Attalán tartotta meg a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulási Tanács rendes éves első ülését. Pintér Szilárd a társulás elnöke elmondta, a tavalyi feladat alapú finanszírozás megoldotta azokat a kihívásokat, amik elé a társulás állt, az önkormányzatoknak a tagdíjon felül más hozzájárulást nem kellett fizetni a közös kasszába. 2019 éves költségvetés most tárgyatok épp az imént, ebből adódóan nyilván a 2019 is előzetesen nagyon jónak ígérkezik. Önkormányzati tagsággal egyeztetve, viszont azt gondoltuk, hogy az idén egy nagyon pici áldozatot hozunk, és minden település néhány pár százezer forinttal hozzájárul az intézményünk működéséhez, ezáltal egyfővel tudjuk bővíteni a családsegítő szolgálatot, és azt gondoljuk, hogy ennek a szakmai kihívásnak eleget kell, hogy tudjunk tenni, és nyilván ez a kevéske hozzájárulás megteremti ennek a fedezetét. Jelenleg zajlik a faluszépítés LIDER módra pályázatok beérkezett hiánypótlások feldolgozása. Több mint 380 millió forint LIDER forrás áll jelenleg rendelkezésre. A 116 pályázatból faluszépítésre, rendezvénybonyolításra és kísértékű gazdaságfejlesztésre is adtak be támogatói kérelmet a társulás önkormányzatai. A helyi bírálóbizottsági döntés márciusra várható.